A Radnóti Miklós antirasszista díjat 2000-ben alapította a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége. A díj a társadalmi élet különböző területén tevékenykedő, bármely magánszemélynek odaítélhető, aki munkásságával, véleményformáló kiállásával, személyes példamutatásával fellép a rasszizmus, az antiszemitizmus és a kirekesztés bármely formája ellen. A díj alapítói arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy vannak olyan folyamatok a világban és hazánkban is, amelyeknek következménye egyes embercsoportok kitaszítása, hátrányos megkülönböztetése lehet. Köszöntőjében Máté Antal elmondta, a kirekesztés, a rasszizmus, a gyűlölet sajnos rendszeresen felbukkan a mai társadalmakban is. Úgy véli, nem csak a polgármesternek, hanem a városnak is megtiszteltetés, hogy az idei díjátadót Nyírbátorban rendezték. Részben az az oka, hogy a tavalyi évben én is, mint Nyírbátor polgármestere megkaphattam ezt a megtisztelő díjat, és akkor ajánlotta fel a szervező csapat vezetője, hogy próbáljuk meg egyszer Budapestről elmozdítani ezt a rendezvényt, hiszen annak is van egy jelképes üzenete, hogyha 18 év után Budapestről kimozdul ez a rendezvény, és egy vidéki városban kerül átadásra ez a díj. Az ünnepségen Hegedűs D. Géza színművész felolvasta Bér Miklós Váci püspök és Heizler András mazsihisz elnök díjazottakat köszöntő levelét, valamint a laudációkat. Az elismeréseket Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke adta át. A díjazottak között vannak közéleti szereplők, újságírók és művészek is. Az egyik díjazott dr. Kis Gábor, címzetes főiskolai tanár, akit nagy örömmel tölt el a kitüntetés. Egyrészt azért, mert visszagondolni készített engem a szüleimre, akiknek a sírján kavics darabok állnak, mert hogy mi annak idején zsidó bérencek voltunk, és Sendődi fegyveret alatt is álltak a szüleim egy időre. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nekik szóló tisztesség. Én magam pedig igyekeztem mindenféle kirekesztés, gyűlölködés ellen fellépni a közéleti tevékenységem során. Sok cikket írtam a zsidó szomszédainkról, azoknak a tragikus sorsáról, és boldog vagyok, hogy a nyíregyházi holokauszt emlékművet is a megyei önkormányzat jóvoltából sikerült felállítanunk, és hogy mondhattam egy avatóbeszédet. A díjátadón Hegedűs D. Géza mellett közreműködött Gerendás Péter, a Rubov Janka együttes, valamint nyírbátori zenészek.